Ő Janka, éppen a nevelésével foglalkozó kolléganőnk, Kovács Karácsonyi Dóra kislánya. Janka 10 hónapos, és még mindig az anyatej az egyik legfőbb tápláléka. Dóri azt mondja, az első pillanattól eldöntötte, szoptatni fog, mert pontosan tudta, milyen előnyökhöz juttatja kislányát ezzel az életben. Szerintem azért fontos a szoptatás, mert az anyatej a legfontosabb táplálék, és a legtökéletesebb táplálék a kisbaba számára. Intelligens vagy okos tápláléknak és ételnek is nevezik, mivel hogy a mi kisbabánk igényeinek megfelelően változik az összetétele és a mennyisége is. Emellett mondja Dóra, bensőséges viszony alakul ki a gyerek és az anya között. Azok a gyerekek, akik megfelelő ideig táplálnak anyatejjel, jelentős védettséghez jutnak ezáltal, mondja Gárdi Nékülszegi Lenke védőnő. A felmérések azt mutatják, hogy az anyatejes gyerekek felnőtt korukban kevésbé küzdenek szív- és cukorbetegséggel, emellett jelentősen erősebb lesz az immunrendszerük. Volt igen egy időszakban, amikor favorizáltabb lett az anyatej helyett inkább a tápszeres táplálás, esetlegesen kényelmi szempontokból, illetve vélt kényelmi szempontokból, mert ha őszinték akarunk lenni, az anyatejnél praktikusabb táplálás nincs a kismamák számára, mivel hogy állandóan kéznél van, nem kell melegíteni, megfelelő hőmérsékleten van, mindig megfelelő higiénikus, úgyhogy igazándiból ennél ideálisabb nincsen. A nők 92%-a alkalmas a szoptatásra. Ami gondot okoz, mondja a védőnő, a társadalmi és a friss anyuka önmaga által támasztott elvárása a szoptatással szemben, aminek hatására csökkenhet vagy meg is szűnhet a tej elválasztása. Ha ezen a helyzeten sikerül túljutni, akkor akár 2 éves koráig is szoptathat az édesanyja.